mikor az év, körülbelül eni autos, latinul annus, nem a négy évszak által biztosított terményekből álló fejdíszt visel, vagy nem az azoktól duzzadó bőségszalút tartja a kezében, akkor leggyakoribb attribútuma egy gyűrű vagy egy kerék, amelyet ismét csak az irodalmi források segítségével lehet a legpontosabban értelmezni. Claudianus szerint az év ezt a gyűrűt körbe-körbe forgatja, Stobaeus azt írja, hogy ebben állandóan körbe-körbe rohan, Macrobius szerint viszont ezt a gyűrűt az évszakok töltik ki. Nagyon sok olyan dolog vesz minket körül a mindennapi életünkben, amelyik az ókori kultúrában gyökerezik, anélkül, hogy tudnánk róla. Hogy ezeket a jelenségeket megérthessük, ezért érdemes szavak jelentésével, ezért érdemes szimbólumok értelmezésével, ezért érdemes tárgyak mögött egykori használatra utaló információkkal és azok kutatásával foglalkozni, és mindehhez nagyon sok forrást kell igénybe vennünk. Ennek a legegyszerűbb módja az ókori szerzők műveinek a tanulmányozása, hiszen vallom, hogy az ókorban már mindent mindenről megírtak. Változik el, nem enyészik azonban semmi, amonnan jöjj ide, innen, odébb lelkünk. Új és új alakokban vándorol, állatból átköltözik emberi testbe, emberi testünkből állatba, de el nem enyészik. Debeceri Gábor fordításában. Ovidius költészetében az évszakok tehát nem egyszerűen a születés, növekedés, érettség, elmúlás értelemben jelennek meg, hanem éppenséggel a halál utáni újjászületés, születésnek és a halálnak az évszakok mintájára történő folyamatos és örökös visszatérése gondolatának jegyében. Célirányos kutatásokat folytatva forgatok ókori szerzőket. Van néhány kedvenc szerzőm, akiket rendszeresen olvasok, akiknek a műveit rendszeresen forgatom, és mindig találok bennük újabb és újabb olyan információkat, amelyeket esetleg az aktuális munkámhoz is fel tudom használni. Sajnos még arra pici nyári kutatásra se futja az időmből, ami korábban egy hónap időtartamra adott volt, majdnem 25 éven keresztül. Ha véget ér ez a megbízatásom, akkor utána szeretnék a terephez is visszatérni, hiányzik. Előadunk szakmai pályafutásában központi helyet foglal el azoknak a válaszoknak a keresése, melyek egyedül attól remélhetők, ha sikerül a részletek helyét megtalálni az egészben. A könyvekben, tanulmányokban és konferencia előadásokban testet öltő kutatási eredmények továbbadása előadónk munkásságának másik pillére. Oktatói tevékenysége, melyben a tantermi előadásoknak épp úgy helyük van, mint a brigéciói terepgyakorlatoknak, immár évtizedekre nyúlik vissza, és egykori tanítványai közül jó néhányan elismert kollégák ma már. A régészetet és a történettudományt is mindig körüllengi valami mitikus köd, de ezzel a mitikus köddel kell nekivágni a pályának, és aki igazán komolyan gondolja, akit igazán megragad a múlt, az komolyan fogja művelni, és a korábbi és a jelenlegi generációk hallgatói között e tekintetben semmi különbség nincs.